Ma kezdődött el az előkészítő osztályokba való iratkozás első szakasza. A szülők személyesen, de interneten keresztül is beküldhetik az iratkozási ívet. Az első szakaszban az iskolákhoz tartozó körzetekben lakók élveznek elsőbséget. A gyerekek pszichoszomatikus felmérése is zajlik ezzel egyidejűleg. Gróf Széchenyi Istvánnak állítanának szobrot Szatmárnémetiben. Az országos Széchenyi kör szatmári kirendeltségének ötletét az RMDSZ azonnal felkarolta. Kereskényi Gábor, az RMDSZ városi szervezetének elnöke szerint Széchenyi egy olyan magyar személyiség, akinek jó megítélése van a románság körében is. Elégedetlenek a Hargita megyei családorvosok az egészségbiztosítási kártyák rendszerével. Gyakorta működésképtelen az informatikai rendszer, gond van a PIN kódokkal is. Olyan rendelő is van a megyében, hogy még egy kártyát sem aktiváltak. Számos megyei utat újítanak fel ebben az évben Csíkszéken. A Csíkdelnét és Pálfalvát összekötő szakasz modernizálása már tavaly elkezdődött, idén folytatódik. Ugyanakkor tervben van a Büdösfürdő felé vezető szakasz rendbetétele is. Erre kormánytámogatást kérne a Hargita megyei tanács. Kevésnek tartja az idei költségvetését a Hargita megyei mentőszolgálat vezetősége. Az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott büdzsé beruházásra és béremelésre nem elég, csak a jelenlegi kiadásokra. A sürgősségi egység vezetősége béremelést és munkaruhák vásárlását tervezte idénre, de ez úgy tűnik elmarad. Nagy átalakulás várható idén a Gyergyószentmiklósi temetőnél. Megújul a bejárat, 200 helyes parkolót építenek, és a ravatalozót is átalakítják. A munkálatokra 800 000 lejt különített el a városi önkormányzat az idei költségvetéséből.